Sziasztok, kedves PC Guru Live nézőink! Én Bét vagyok, ez pedig itt egy különleges videó, amiben nem más fogunk nektek bemutatni, mint a hivatalos Minecraft LEGO szettet, ami idén nyáron jelent meg. És gyakorlatilag van itt nekünk egy bontatlan dobozunk, amit most előttetek fogunk összerakni, és miközben összerakom a játékot, azt is elmondom nektek, hogy végül is hogyan jött létre ez a meglehetősen különleges LEGO szett. Az első kérdés, ami felmerülhet bennetek ennek a LEGO készletnek a kapcsán, hogy hogyan jöhetett létre ez a különleges szett. Ugye azt mindannyian tudjuk, hogy a LEGO-nak rengeteg licenszer terméke van, de videójátékos vonulattal eddig még nem nagyon találkozhattunk, és gyakorlatilag ez a Minecraft LEGO és egy különleges programnak a keretében jött létre. Ennek a programnak az a neve, hogy Kúzó. A LEGO idén indította el, és arról van szó, hogy létezik egy honlap, ahova bárki feltöltheti az ötleteit, hogy milyen LEGO készleteket szeretne megvalósítani, és ezekre az ötletekre a oldal látogatói szavazhatnak, és amint egy ilyen készlet, egy ilyen ötlet eléri a 10 000 szavazatot, akkor a LEGO szakemberei gyakorlatilag megnézik az ötletet, és eldöntik, hogy megvalósítható-e a felhasználók által feltöltött ötlet, és idén a Mojang gyakorlatilag feltöltött egy LEGO Minecraft ötletet erre a Kúzó oldalra, és mit ad Isten, 3 nap alatt összegyűlt a 10 000 like, úgy is mondhatjuk, a 10 000 szavazat, és innentől fogva a LEGO megvizsgálta a terméket, összeültek a Mojangnak az ügyvédeivel, megvitatták a jogokat, és gyakorlatilag elkészült a Minecraft LEGO, ami 2012. június 1-én került forgalomba. Nekünk itt a szerkesztőségben van belőle 2 darab, egyet már összeraktunk, egy pedig teljesen szűz, a ti szemetek láttára fogjuk összerakni. A Kúzóról egyébként azt még szeretném mindenképpen elmondani, hogy tényleg bárki, akár ti is feltölthettek egy ötletet, és amint eléri a 10 000 szavazatot az ötlet, akkor a LEGO szakemberei összeülnek, és megvitatják, hogy tényleg megvalósítható-e az ötlet, és azt kell tudni, hogy nem a Minecraft volt az első videójátékos ötlet, az EVE Online-ból is készült már űrhajó, azonban ezt a LEGO elutasította, illetve jelenleg is gyakorlatilag felmérés alatt áll egy Portál 2-es készlet, amiről még nem tudjuk, hogy vajon meg fog-e valósulni, mi nagyon szurkolunk neki, illetve már azt lehet tudni, hogy a következő ilyen speciális Kúzó készlet az egy visszajövőbe autó lesz, egy DeLorean, méghozzá 2 minifigurával, a Dokival és Martival. Az biztos, hogy már 2013-ban meg fog jelenni, és hogyha úgy alakul, akkor ezt is bemutatjuk majd nektek, akár csak ezt a Minecraft-es dobozt. Darling, when that train roll up, you know, I come walking out, come walking out. When that train roll up, you know, I come walking out, come walking out. Yeah. Magáról a készletről annyit érdemes tudni előjáróban, hogy összesen 480 kis LEGO kockából lehet összerakni, tartozik hozzá 2 darab minifigura, ezek aztán tényleg minifigurák, tehát ezek nem a klasszikus LEGO emberkék, hanem gyakorlatilag őket is kockából kell összerakni, az egyik Steve, a másik pedig egy Creeper, és az egész készlet egy négyzet alapú kis mini Minecraft világot formáz, ami megtalálható a Minecraft játéknak a jól ismert elemei. Van láva folyam, itt a kis házikunk, van rajta erdő, szikla, homokos terület, és ami nagyon jó, hogy szét lehet nyitni az egészet, és gyakorlatilag így megtalálhatjuk benne a barlangrendszert, ami ugye szintén fontos szerephez jut a játékban, és az egész csomag úgy van kialakítva, hogy végtelen mennyiségű ilyen kockát tudunk egymás mellé rakni, és minden oldalon megtaláljuk azokat a kis bütyköket, amivel össze lehet kapcsolni az egyes készleteket, tehát ha tegyük föl, valaki vett magának 5-6 ilyen Minecraft LEGO készletet, akkor egy egészen nagy világot tud magának belőle építeni, és ugye tudni kell róla, hogy ez a Mojang által megálmodott típus, azonban nyilván LEGO-ról beszélünk, tehát gyakorlatilag a rendelkezésünkre álló kockákból azt rakunk össze, amit akarunk, és természetesen, hogyha van otthon LEGO készletünk, akkor a végtelenségig tudjuk bővíteni ezt az egyszerű kis modellt. Now you're somebody I used to know.
A végére hagytuk a legrosszabb hírt, ugyanis az a helyzet állt elő, hogy jelenleg ezt a LEGO készletet már nem lehet kapni hivatalos forgalmazásban. Magyarországra eleve nagyon kevés jutott belőle, azonban már a LEGO hivatalos oldalán sem lehet megrendelni. Ugye a Kúzóról tudni kell, hogy nem akkora tömegben gyártják ezeket a készleteket, mint az átlagos City vagy bármely másik hivatalos csomagokat, hanem gyakorlatilag egy limitált készlet állt rendelkezésre belülük, amire viszonylag gyorsan lecsaptak a rajongók. Mi is ugye kettőt rendeltünk a PC Guru szerkesztőségbe, úgyhogy ha esetleg valaki szeretne szerezni egy ilyet, az tudnia kell, hogy leginkább mindenféle aukciós oldalakon lehet rálelni, tehát hivatalos csatornán már nem nagyon lehet megvenni. Az eredeti ára 35 euró volt, ami magyar viszonylatban nagyjából 12 ezer forintot jelent, azonban mivel már gyakorlatilag nem lehet kapni ezt a terméket, ezért számítani kell rá, hogyha valaki szeretné beszerezni, akkor ennél valószínűleg valamivel húzosabb árat kell majd kifizetnie érte.